Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 15 olyan amerikai slang szót szeretnék mutatni neked, amelyeket ismerned kell. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. 15 olyan amerikai slang szót hoztam, amelyeket nagyon gyakran hallhatsz amerikai filmekben és sorozatokban. Ezek a kifejezések nagyon rövidek és egyszerűek, és mindegyik mellé hozok példamondatokat, egy vagy több példamondatot, hogy teljesen egyértelmű legyen számodra a használatuk. Ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, megtalálod ezeket a kifejezéseket, illetve természetesen a példamondatokat is. Bátran használd ezeket a kifejezéseket, ezek nem káromkodások, erre nagyon figyeltem, tehát nyugodtan használhatod őket, ha külföldi barátokkal, csoporttársakkal, esetleg cégen belül közeli kollégákkal beszélgetsz, mert sokkal gördülékenyebbé teszik a kommunikációt. Ugyanakkor légy óvatos, ne nagyon használd ezeket, hogyha tanáraiddal, főnököddel, vagy éppen egy állásinterjúztató HR-essel beszélsz. Úgyhogy akkor nézzük is az elsőt. Az első slang szó az awesome. Awesome. Ez egy melléknév. Arra utal, hogy valami nagyon klassz, valami nagyon remek. Lehet egy mondat része, de akár egy egyszavas válasz is lehet, például egy kérdésre. Például, what do you think of Star Wars? It's awesome. Mi a véleményed a Csillagok háborújáról? Nagyon király, nagyon menő. Második számú slang kifejezés, biztos, hogy hallottad már, cool. Ami ugye egy melléknév. Itt természetesen nem a hűvös szó jelentésre gondolunk, hanem a cool melléknév is azt fejezi ki, hogy valami nagyon klassz, nagyon remek, sőt az angol nyelvben ez egy egyetértést is kifejez, tehát az oké vagy a yes szavak helyett is lehet használni, ha barátaiddal beszélgetsz. Például, what do you think of my new girlfriend? She seems cool. Mit gondolsz az új barátnőmről? Klassznak, menőnek tűnik. Vagy, do you want to come to my party? Cool. Akarsz jönni a partimra? Klassz. Tehát menni fog az illető. Harmadik kifejezés, to hang out. Ez is egy ige, to hang out. Magyarul azt jelenti, hogy lógni, vagy mondjuk szabad időt eltölteni. Nézzük ezt is egy mondatban. Hi Jack, what are you doing? Nothing, just hanging out with Jim. Szia Jack, mit csinálsz éppen? Semmit, éppen Jimmel lógok. Negyedik számú kifejezés, to chill out. Ez is egy ige, azt jelenti, hogy lazulni vagy pihenni. Hey Tim, what are you doing? Just chilling out. Do you want to meet later? Szia Tim, mit csinálsz éppen? Csak lazulok, csak lógok. Akarsz később találkozni? Ötödik számú kifejezés a bust. Bust. Ez is egy ige, azt jelenti, hogy valakit rajta kapni valamilyen rossz vagy negatív dolgom. Például, there were two students who were busted cheating in their exams. Volt két diák, akit csaláson kaptak a vizsgán. Tehát busted. Hatodik, ez egy kicsit hosszabb lesz, szintén egy ige, to have a crush on somebody. To have a crush on somebody. Azt jelenti, hogy vonzódni valakihez, vagy rajongani valakiért. Nézzük ezt is egy példamondatban. I have the biggest crush on Lucy. She's so cute. Isn't she dating Jim? No, they broke up a few weeks ago. Cool. Leginkább Lucy jön be nekem. Olyan édes, olyan aranyos. Ő nem Jimmel jár? Nem, múlt héten szakítottak. Klassz. Hetedik számú kifejezés, szintén egy ige, to dump somebody, tehát to dump. A magyar nyelvben ez azt jelenti, hogy ejteni vagy dobni valakit, tehát szakítani valakivel. Például, didn't you hear? Jack dumped Sally last week. Nem hallottad? Jack dobta Sallyt múlt héten. 8. kifejezés, X. EX. Ez egy főnév, és én azt vettem észre, hogy a magyar nyelvben is megjelent ugyanez a főnév, tehát a magyar nyelvben is használatos. Ez egy volt barátot, vagy volt barátnőt jelent. Nézzük ezt is kontextusban. Who was that girl who were talking to you before? My ex. And you are still friends? Kind of. We only broke because she moved to LA. Ki volt az a csaj, akivel beszélgettél az előbb? Az exem. És még mindig barátok vagytok? Olyasmi. Csak azért szakítottunk, mert Los Angelesbe költözött. 9. kifejezés, geek. Ez is egy főnév, biztos, hogy hallottad már te is. Magyarul úgy lehetne lefordítani, ha valaki geek, az kocka vagy stréber. Ez egy általában negatív értelemben használják. Olyan ember, aki vagy túl sokat tanul, vagy túl sokat játszik videójátékokkal és számítógépes játékokkal, tehát semmiképpen nem társasági ember. Nézzük ezt is egy példamondatban. What do you think of the new girl, Susie? She seems like a geek. She spends all her time in the library. Mi a véleményed az új csajról, Susie-ról? Olyan kockának tűnik, az összes idejét a könyvtárban tölti. 10. kifejezés, in. In. Itt most ez egy melléknév lesz, nem pedig elöljáró, mint in the school vagy in the car. Ha valami in, az azt jelenti, hogy valami nagyon divatos, valami nagyon trendy, valami nagyon menő. Például, Jim, why do you keep listening to that music? It's awful. Mom, it's totally in right now. Jim, miért hallgatod állandóan ezt a zenét? Ez szörnyű. Anya, ez totál menő most. 11. kifejezés, sick. Sick. Ez is ugye egy melléknév, és itt nem arra gondolunk, hogy valaki beteg, hanem azt jelenti, hogy valami nagyon-nagyon menő, nagyon-nagyon klassz. A sick kifejezés erősebb az angolban, mint a cool. Tehát hatványozottan cool valami, ha az sick. Ez most nagyon hülye hangzott, de így van. Nézzünk egy példamondatot. You missed a sick party last Saturday. Kihagytál egy igazán beteg partit múlt szombaton. 12. kifejezés, loser. Loser, vagyis vesztes. Ugye ez megint egy főnév, és itt nem olyan értelemben vesztes valaki, hogy valamilyen játékot vagy versenyt elveszített, hanem azokra az emberekre használják ezt a szót, aki egyáltalán nem szimpatikus a tettei vagy a viselkedése miatt. Például, John is such a loser for breaking up with Rebecca. John akkora vesztes, amiért szakított Rebeccával. Következő kifejezés, rip-off, mint főnév, vagy to rip-off, mint ige. A magyar nyelvben ez azt jelenti, hogy lehúzás, vagy lehúzni valakit. Tehát, ha valami túl drága, túl sok pénzt vesz el valakitől. Nézzük ezt is példamondatokban. Tourists often get ripped off by local sellers. A turistákat gyakran lehúzzák a helyi árusok. Vagy I'm not going to the concert. Why not? The tickets are $250 each. Oh, that's such a riff-off. Nem fogok menni a koncertre. Miért nem? A jegyek darabja $250. Oh, ez mekkora lehúzás? 14. kifejezés, buck. Buck, ami egy főnév, azt jelenti, hogy dolcsi, nincsen más jelentése. Például, give me $5, adj 5 dolcsit. És az utolsó kifejezés, screw up. Screw up, ami egy ige, magyar nyelvben azt jelenti, hogy elszúrni, nagyon-nagyon elrontani valamit. Például, how was the test yesterday? Don't ask, I screwed up. Hogy ment a vizsga tegnap? Ne kérdezd, teljesen elszúrtam. Nos, remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezeket a kifejezéseket, és tudod majd használni őket. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!